Összegyűlt a 10 millió forint a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályának új lélegeztetőgépére. A Mercedes-Benz gyár és a kórház komoly összeggel egészítette ki a vasárnapi jótékonysági futás nevezési díjaiból befolyt összeget. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályának dolgozói Fuss, hogy lélegezzel nevezéssel jótékonysági futóversenyt és családi napot rendeztek a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A gyermekosztály részére 900 ezer forint adomány gyűlt össze, amelyet a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. És a kórház egészített ki. Egy darab nagy tudású lélegeztetőgép van, az is már 10 éves. A kisebb gyermekeket tudjuk lélegeztetni ilyen csecsemő újszülött lélegeztetőgépekkel, az 20 kilóig alkalmas, viszont nagyobb gyermekeknek csak ez az egy gép állt rendelkezés, és ezért hát most már nagyon szükség volt, hogy egy másodikat is beszerezzünk, illetve hát ez lesz az első számú lélegeztetőgép. A Mercedes-Benz gyár 4,1 millió forinttal járult hozzá a gép árához. A gyerekek jelentik a jövőnket, mindannyiunk jövőjét, a család jövőjét, a cég jövőjét és az egész ország jövőjét, és éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy ezek a gyerekek egészségesek legyenek és egészségesen nőjenek fel, ezért teljesen magától értetődőnek tartottuk, amikor hallottunk erről a kezdeményezésről és céljáról, hogy mi is csatlakozunk és támogatjuk. 412-en futották le a távot, a kórház pedig úgy döntött, kipótolja az összeget további 5 millió forinttal, hogy meglegyen a 10 millió forint, mondta dr. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun megyei kórház orvosigazgatója. A példaértékű összefogásnak köszönhetően meg tudják vásárolni az új, 20 kg feletti gyermekek részére is használható lélegeztetőgépet a Kecskeméti Gyermekosztály intenzív részlegére. A verseny után a szervezők családi programokkal készültek a résztvevőknek és érdeklődőknek, így köszönve meg a segítségüket.